Az iskola másként hét adta lehetőséget kihasználva, a Bányai János Műszaki Kollégium két pedagógusa, Tamó Csaba és Kovács Enikő úgy döntöttek, hogy megszervezik a történelmi jellegű vetélkedőt. Erre délelőtt került sor az iskola dísztermében, ahol két fordulóban mutatták meg tudásukat a három főből álló csapatok. A legjobb 8 bejutott a döntőbe, honnan aztán a legjobbak kerültek ki. A verseny célja a székelység történetének megismerése, azon személyek, helyek, dátumok ismerete, amelyekről már általános iskolás korban is érdemes és illik is tudni, vélik a szervezők. Számos általános iskolában opcionális tantárgyként tanítják a székelység történetet. Adjunk esélyt a diákok számára egy ilyen versenyen, megmérettetésen való részvételen, hogy közelebbről megismerhessék a Székelyföld történetét, kultúráját, áttekinthessék a környező zónák, régiók történetét. A verseny díjazására 13 óra után került sor, az első helyezett a Fenyédi Márton Áron általános iskola lett, a második helyen a Korondi iskolaközpont tanulói végeztek, a harmadikok az Etédi Jósika Miklós iskola diákjai voltak. Az oklevelek elismerések átadására eljött Borbol Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke is, aki gratulált a résztvevőknek. A legjobbak nem tértek haza üres kézzel, az első csapat 400 lejt, a második 200, a harmadik pedig 100 lejt kapott, ugyanakkor jutalomkönyvekkel is elismerték tudásukat a szervezők.